Mi itt nem tenyésztjük a lovakat. Boldogok vagyunk, ha minél többen túlélik a teret. A kiválasztódás teszi őket ellenállóvá, mondják a helyiek nagy becsben tartott jószágaikról. Itt valóban csak a legbátrabb és legellenállóbb lovak élik túl. A nyaktörő gerinceket és sziklás terepeket járva valóban nincs esélye az ijedős, nem tökéletes egyensúly érzékű egyedeknek. Küllemre talán jelentéktelenek, de erőben és kitartásban egészen egyediek az ég hegyeinek lovai. Olyanokká váltak, mint a körülöttük tornyosuló, jégfette gerincek. A Tien Shan Láncosörök-hegység Közép-Ázsiában, földünk egyik legnagyobb tömegű hegysége, mintegy 2500 km hosszan húzódik nyugat-keleti irányban. Délen érintkezik a Pamir-hegységgel. A Tien Shan felkutatásában és feltérképezésében az 1900-as évek elején elévülhetetlen érdemeket szereztek a magyar kutatók és felfedező utazók. Közülük is kiemelkedik Almási György, Almási László sivatag kutató édesapja, és Prinz Gyula, akik számos publikációban és összefoglaló munkában mutatták be az égigérő hegyvilágot. Almási több új madárfajt beazonosított, Prinz pedig térképre tette a Tien Shan legelérhetetlenebb, addig szinte teljesen ismeretlen vidékeit. A Jitimtao vonulat egyik, több mint 6 kilométeres magasságba tornyosuló csúcsát Lóczi Lajosról, míg az eljegesedett Koksáltau egyik hasonló hatalmas, a tudomány számára addig ismeretlen látványos sziklabércét Csolnoki Jenőről nevezte el, s így magyar neveket rajzolt fel a Tien Shan térképére. Felemelő érzés ilyen tények tudatában járni ezt a tőlünk oly távoli vadvidéket.